iskolai közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok is önkénteskedtek a pénteki Fussa fényben elnevezésű sport és családi napon Nyíregyházán. Segítették a gyerekeket az aszfaltrajzversenynél, de kézműveskedtek és futottak is a kicsikkel. Én vállalkoztam, mert szeretek ilyen emberekkel foglalkozni, akikkel segíthetünk, és én nagyon jól érzem magam személy szerint, hiszen olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik szeretnek, és nagyon sokat tudok beszélgetni a társaimmal is, és így együtt jól közösségi szolgálatot teljesítünk. 3 évvel ezelőtt vezették be azt a rendelkezést, amely szerint a 2016. január 1-e után érettségizők csak akkor kezdhetik el a vizsgázást, ha igazolni tudják, hogy legalább 50 órát önkénteskedtek úgynevezett közösségi szolgálatban. Ez olyan feladat lehet, amely során a diákok minden anyagi érdektől mentesen társadalmilag hasznos, valamely közösség javát szolgáló tevékenységet végeznek. Fogadó szervezetek szinte minden településen rendelkezésre állnak, a középiskolások számára pedig széles a kínálat Nyíregyházán is. Elég széles az a paletta a nyíregyházi diákok, középiskolás fiataloknak, ahol a közösségi szolgálatot teljesíthetik. Ez az állatmenhelytől a gyermekotthonig, szociális intézményektől, óvodákig, idősek otthonától, civil szervezeteikig nagyon-nagyon széles palettán mozog. Tényleg a fiatalok, hogyha egy kicsit keresgélnek, akkor tényleg olyan tevékenységben teljesíthetik a kötelező 50 órájukat, ami még a szívükhöz közel is állhat. A Központ Ifjúsági Egyesület tájékoztató előadásokkal, fórumokkal és többek között szülői értekezletekkel is segíti a diákok önkéntes munkájának elősegítését. Bálega János, az egyesület elnöke elmondta, már 3 éve a kezdetektől foglalkoznak közösségi szolgálattal, aminek a pályaorientációs hatása jelentős, hiszen vannak fiatalok, akik az 50 órás tevékenység alatt köteleződnek el bizonyos területek, szakmák felé.